Miskolci vasutak. Az Emme völgy vasútjai. Svájcról általában a hófötte hegycsúcsok és sebes hegyi patakok jutnak eszünkbe. Az ország középső részét azonban nagyrészt zöldellő dombvidék és erdőkkel tarkított termékeny mezők alkotják. A festői szépségű Emme-völgyben a hagyományos fából épült parasztházak között a tehenek békésen legelnek a nyári napfényben. Az Emme-völgy vasút Svájc harmadik legnagyobb magánvasút társasága jól szolgálja a terület lakóit. Az EBT csoportot három korábban önálló vállalat alkotja. A Solothurn-Münsterbahn, az Emmental-Burgdorf-Tumbán és a Ferenc-Tehutwilbahnen 1943-ban egyesült, és kiterjedt hálózata az egész régióra kiterjed. A Ferenc-Tehutwilbahnen, röviden VHB, maga is négy a Hutwili vasútállomásról kiinduló vonal egyesülésével jött létre. A vasút legrégebbi részei már több mint 100 éve szolgálják a lakosságot. A VHB első vonala, a Langenthal-Hutwilbahn 1889. november 1-én nyílt meg. Később ehhez kapcsolódott a már meglévő Luzern-Bern vonalhoz csatlakozó Hutwil-Wolhausenbahn. 1908-ban nyílt meg a Hutwilt a Lagnau-Burgdorf vonallal összekötő Ramsay-Sumiswald-Hutwilbahn, a Sumiswald és Wassen közötti szárnyvonallal. Végül a HEB 1915-ben megnyitotta a Hutwil és Eriswil közötti vonalat. A négy társaság 1944-ben egyesült VHB néven. A hálózat legészakibb pontján fekvő Langenthal városának régi a kapcsolata a vasúttal. Az első mozdony 1857-ben érkezett ide, amikor a Svájcerische Centralbahn megnyitotta a Herzogbuchseet Oltennel összekötő vonalat. A következő évben megnyílt további szakaszok révén a vonatok már Bázeltől Bernig közlekedhettek. A forgalmas vonalat 1902-ben átvette a svájci szövetségi vasút. Ma naponta számos személy és tehervonat halad rajta. A Langenthali pályaudvaron nem csak a szabványos vágányok, hanem a Langenthalt Solothurnnal összekötő regionális vasút egyméteres nyomtávú simpárja is áthaladnak. A vonal első Langenthal és Jura közötti szakaszát 1907-ben nyitották meg, amelyhez 10 évvel később kapcsolódott a Solothurn-Niederbipp vonal. A két társaság ma az USST regionális elővárosi vasúthálózat tagja. Az 1917-ben megnyitott, Langenthaltól Melchnauig húzódó szárnyvonalat ma már csak a ritkán közlekedő tehervonatok használják teljes hosszában. A személyvonatok általában Sankturbánig közlekednek, amelynek Cisztercita kolostora a 13. században a környék egyik nagy földbirtokán volt. Már nem élnek itt szerzetesek. A békés 18. századi épület együttesben szanatórium működik. Langenthalból a VHB vonalán a Hutwili csomóponton áthaladva Wolhusenbe utazunk. A VHB végállomása a Langenthali pályaudvar déli oldalán található. Mivel az Emme-völgyi vasutak szabványos nyomtávú vágányokat használnak, gond nélkül kapcsolódhatnak az SBB hálózatához, ami a vonalaikon lebonyolított nagy teherforgalom miatt fontos. A pályaudvar szélén letérünk a Bern felé vezető SBB vonalról, amely 25 kilométerrel délebre, Burgdorfnál újra kapcsolódik az Emme-völgyi vasutakhoz.
A Langenthal-Hutville-lel összekötő első VHB vonal kezdettől fogva igen népszerű volt. A régió elérhetőbbé vált, ezzel segítette az újabb befektetéseket és fejlesztéseket. A vasút ma fontos szerepet játszik a helyi személyszállításban és a vonal mentén lévő ipari üzemek ellátásában. A vasút Langenthal és Wolhusen között alacsonyan fekvő dimbes-dombos tájon, termékeny folyóvölgyeken halad át. A 39 kilométeres szakaszon nem nagyok a szintkülönbségek. A legmeredekebb emelkedő 25%-os. Berni kantonban járunk, amely 1353-ban csatlakozott a szövetséghez. Svájc 26 kantonja és félkantonja közül ez a második legnagyobb. Turisztikai szempontból 6 régióra osztották. Felső Aargauban járunk. Közvetlenül Hutville előtt lépünk majd be az Emme völgybe. A régészeti leletek tanúsága szerint a völgy ősidők óta lakott hely. Sok itteni falu büszke arra, hogy eredete a 9. századra nyúlik vissza. A Szankt-Urbáni kolostor egykor a környék egyik legnagyobb földbirtokosaié, a cisztercitáké volt. Elértük a szakasz legmagasabb részét, amelynek tengerszint feletti magassága 646 méter. Kiinduló pontunktól, Langenthaltól 174 métert emelkedtünk. Hutville kezdettől fogva a Langenthal-Wolhusen vonal csomópontja és az 1889-ben üzembe állított mozdony szín természetes helye. 1895-ben a Hutville-Wolhusen vonal megnyitásával kibővítették, és később mind a négy társaság használta.
Több régi VHB mozdonyt ma is itt tartanak. Az eredeti társaságok gőzmozdonyokat használtak. Az LHB az 1889-es induláshoz 2-3x3-as mozdonyt vásárolt. Néhány év múlva a Hotville-Wolhusen vonal megnyitásakor 3 ugyanilyen mozdony csatlakozott hozzájuk. ...1908-ban erősebb ED3x4-es mozdonyokat állítottak szolgálatba az LHB és a HVB vonalain, illetve az új Ramsay vonalon. Csúcssebességük elődeiknél 5 kilométerrel nagyobb, 50 km per óra volt. Egyikük, az LHB-11-es visszatért eredeti mozdony színébe. Miután majdnem 40 évig működött a Langenthal-Hutville vonalon, további 25 évig dolgozott a Gerlafingeni von Rohl acélműveknél. Az 1990-es évek elején teljesen helyreállították. Ma pedig a Hutvilli Oiro-Vapor csoport becses tulajdona. Az RSHB és a Hutville-Erisville vasutak olyan gőzmozdonyokat használtak, amelyek első látásra a tetőből kiemelkedő kéménytől eltekintve árammal hajtott társaikra hasonlítottak. Az LHB 1932-ben két hasonlóan álcázott ED2x2-es mozdonyt vásárol az SLM-től. A Hutville-Wolhusenban 1936-ban vásárolt Loco 5-ös mozdonya volt az LHB vonalain utolsóként szolgálatba állított gőzmozdony, és az utolsó SLM által gyártott szabványos nyomtávú gőzmozdony. A mozdony teljes hosszán végighúzódó folyosó igen meleg és szűkös munkahely volt. A gépet szokás szerint egy ember vezette, aki a félautomata szénadagolóval a fűtő szerepét is ellátta. A mozdonyt 1947-ben eladták egy Winterthuri cégnek, az 1970-es évektől pedig a Lucerni Közlekedési Múzeumban látható. 1995-ben azonban visszatért a régi Hutvilli színbe, hogy részt vegyen az 1895. május 9-én megnyitott Hutville-Wolhusen vonal centenáriumi évének ünnepségein. Az évforduló nagy esemény volt a vasút és Hutville város életében. A boltok a kirakatokba helyezett modellekkel és emléktárgyakkal emlékeztek meg róla, és ezzel ünnepi hangulatot kölcsönöztek a főutcának. A pályaudvar közelében a gyerekek minivonaton utazhattak, amit láthatóan nagyon élveztek. A mozdony színben a vasútrajongók bővíthették gyűjteményüket, vagy megcsodálhatták a kiállított csodálatos modelleket. Az Oiro-Vapor önkéntesei új tagokat toboroztak, illetve beszámoltak a Svájcban és Németországban végzett munkájukról. Az EBT csoporttal szorosan együttműködő Hutvilli Oiro-Vapor a két működő mozdony üzemeltetése mellett újabb gép helyreállításán dolgozik. Az LHB-11-es mozdonyán kívül egy kitűnő német mozdony is látható itt, az 1940-ben készült 64-518-as. A 80-as években teljesen helyreállították, és több mint egy évtizede gyakran használják a VHB vonalai. A centenáriumi ünnepségek alatt a VHB összes ma is használt szakaszán különleges kirándulásokra vitte utasait. A Hutville és Erisville közötti szakasz az évek során egyre nagyobb veszteséggel üzemelt, ezért 1978-ban megszüntették. Az utasokat a VHB buszjárata szállítja a Langetevölgy 8 kilométeres szakaszán. Az Erisville állomás még létezik, bár a vágányok helyén buszmegállót alakítottak ki. Hutville-ben újra vonatra szállunk, és az egykori HVB vonalán Wolhusenbe utazunk. Thank you.
A mellettünk látható három fázisú R456-os mozdony külsejét Colani svájci grafikus művész tervezte. A VHB 2-t állított forgalomba 1993-ban. A vonalat 1945-ben villamosították, miután a különböző magáncégek VHB néven egyesültek. A svájci szövetségi vasúttal és az Emme-völgyi vasutakkal összhangban 15 kV-os váltóáramú 16 Hz-es rendszert építettek. Mióta elhagytuk Hutville külvárosait, a sín a kanton határ mentén haladt. És most átlépünk a Berniből a Lucerni kantonba. A modern háromkocsis tolóvonó szerelvény, amelyben utazunk, az EBT csoport által a 80-as évek közepén a Bázel melletti Prattenben működő SVP-től vásárolt 13 darab RBDE 4x4-2-es egyike. A villamos berendezéseket a BDC gyártotta. Közülük négy a VHB tulajdona, és a szerelvény család minden tagja a hálózat mentén található valamelyik település nevét és címerét viseli. Csúcssebességük 125 km/h, bár a VHB vonalain legfeljebb 90 km-es sebességet érnek el. Jó gyorsulási képességük miatt a sok állomás ellenére nagyon pontosan tudják tartani a menetidőt. Keeping excellent time. Az áruforgalom létfontosságú az Emme-völgyi vasutak gazdaságos működése szempontjából, és Getnaunál új iparvágányt építenek a Makis gyár számára. Ez a cég a VHB egyik legnagyobb ipari megrendelője, amely évente 4,5 millió tonna árut küld és fogad vasúton. A vonal mentén sok gyárnak van iparvágánya, amely biztosítja számukra az összeköttetést az Emme-völgyi és az SBB hálózattal. A Vilisaui vasútállomás modern épülete a közelben lévő szép óváros ellenpontja. A település három folyó találkozásánál fekszik. Az évszázadok során jelentősége nőtt, a középkorban fallal vették körül. Az egymás közelébe épült házak mindig fokozott tűzveszélyt jelentettek. 1704-ben egy nagy tűzvész elpusztította a város nagy részét. A Hauptgasse számos elegáns háza az újjáépítés idejéből származik, és kitűnő állapotban van. A 16. századból származó Obertor a festői óváros egyik bejáratát őrzi, az utca másik végén álló párját pedig szépen helyreállították.
A kissé az utcák fölé magasodó halmon álló plébánia templom áldást hoz a kedves kisváros lakóira. A Wolhusenbe vezető út csak nem háromnegyedét megtettük, de még több mint 10 kilométer van hátra az SBB csatlakozási pontjáig. A feldolgozó üzem kéményéből feltörő gőzoszlop a faros lemezgyártás mellékterméke. A Kronospan szintén a VHB nagy megrendelője. Ezen a szakaszon gyakoriak a Langenthalból és Wolhusenből az SBB hálózatán át érkező fát szállító vonatok. Wolhusen stratégiai ponton épült, ahol a kis Emme folyó élesen keletre kanyarodik Luzern felé. A vize a Reuss-ba, majd a Rajnába ömlik, és végül az Északi-tengerbe jut. A lenyűgöző tornyú neoromán plébánia templom kiemelkedik a városházai közül. A sín a pályaudvar szélén csatlakozik a szövetségi vasút Bern-Luzern vonalához. A pályaudvar az SBB tulajdona, ám a VHB-nek használati joga van, és az EBT csoport egyes vonatai tovább mennek Luzernig. A kis Emme folyó itt mély völgyet vált. Kissé lejjebb 1710-ből származó fedett fahíd áll a folyó felett. A környéken sok hasonló építményt lehet látni. Ez a hídfajta Svájc több részén is megtalálható, bár a legtöbb az Emmén, a kis Emmén, illetve mellékfolyóikon épül. Méretük a kis gyaloghidaktól az autókat is elbíró nagy hidakig terjed. Ez a hídforma a régmúltban alakult ki. A falak és a tető nem csak az áthaladó utasokat védi meg, hanem a híd favázát is megóvja az időjárás viszontagságaitól.
Wolhusennél az SBB Luzern-Bern vonalán utazunk Langnauba. Az egyvágányos vonalat 1875-ben nyitotta meg a Bern-Luzern-Bahn, amelyet 9 év múlva bekebelezett a Jura Bern-Luzern társaság. A céget 1890-ben megvette a Jura Semplon vállalat, amely 1903-ban a svájci szövetségi vasút részévé vált. Vonal 1934-ig gőzvontatással üzemelt, ám ma az egyik RBDE 4x4 NTZ tolóvonó szerelvénnyel utazunk. Az 1984-ben leszállított négy prototípus olyan sikeresnek bizonyult, hogy a 80-as évek végén és a 90-es évek elején több mint 80-at vásároltak belőle. A 140 km/h végsebességű, kitűnően gyorsuló vonatokat az SBB hálózatán széles körben használják helyi személyszállításra. Elértük a vonal legmagasabb 850 méter tengerszint feletti magasságú pontját. Innen Langnauig enyhén lejt a pálya. Vonatunk újra átlépte a kantonhatárt, és visszatért a berni kantonba. Ezúttal az Emme-völgyi körzetbe. A szövetségi vasútvonalán Langnauig haladunk, ahol a Bernből kiinduló vasút első szakaszának 1864-es megnyitása óta van állomás. Langnau az Emme-völgy központja, ahol rendszeresen fontos sajtvásárt tartanak. A régió hagyományos kézműves termékeiről ismert. A 18. század óta híresek az itteni fazekas mesterek. A városban harmonikusan keveredik a régi és az új, és sok a hagyományos stílusú épület. A régió sokszínű kultúráját egy helyen mutatja be a rendkívül érdekes helytörténeti múzeum. A gyűjteménynek a 16. században fából épült Huachlichus, vagyis az apró sütemények háza ad otthont. Hagyományos szerszámok és bútorok gazdag tárházát láthatjuk itt, a cipészműhelytől a virágos krinolinig.
Most az egykori Ramszáj-Szumiszvált Hutvil által épített szakaszon haladunk. A 20 kilométeres vonal 1908. június 1-én nyílt meg. Az utolsó útszakaszt újra a háromkocsis RBDE 4x4-2-es szerelvényen tesszük meg, amely könnyedén suhan a Gröne folyó völgyében. Völgy fölé magasodó hegyen álló Torhesvaldi vár a 12. századi megépítése óta stratégiai fontosságú. A pálya a Szumiszvaldi állomáson elágazik, és az egyik 5 kilométeres ága tovább halad a Gröne völgyben Vásenig. A vonalat 1994-ben megszüntették, bár néha használják a gröneni Ruvalcaba-gyárba tartó tehervonatok. A völgy lakosságát akárcsak a volt Eriszvilli vonalon, itt is a VHB autóbusz járata szállítja. A sínek azonban megmaradtak, és alkalmanként külön vonatok járnak rajtuk. Néha valamelyik korábban látott gőzmozdony vontatja őket. Ezen a szokatlanul havas májusi napon a születésnapi kirándulók a 11-es mozdony által vontatott különleges Muktruklin utaznak. A Szolotur-Mutyié vasút remek EC4x5-ös mozdonya 1911-ben készült, és kifogástalan állapotban van, miután az 1990-es évek elején teljesen helyreállították a németországi Meiningenben. Szumiszvald az Emme völgy egyik régi szép faluja. Hagyományos házai közül némelyik a 17. századból való. A berni kanton építészetének egyik sajátossága a színesre festett, faragott tartó gerendákkal díszített nagy konytető. A fa a régió szokásos építőanyaga, amely eredetileg a környék sok kis erdejéből származott. Minden emmevölgyi gazdasághoz erdő is tartozik, amely biztosítja a téli tüzelőt és az építőanyagot. Szinte minden gazdaságban megtalálható három fontos épület, a lakóház, a Störkli, vagyis a melléképület, és a Spiker nevű raktár. A hatalmas parasztház a család lakóhelyéül szolgál, az épület hátsó részét pedig a tehén és lóistálló foglalja el. A terebélyes tetőket egészen a 20. század közepéig kézzel hasított fazsindellyel fették. A javításuk rendkívül fárasztó, munkaigényes feladat volt. A magasban otthonosan mozgó, jól képzett tetőfedők igen büszkék voltak jól végzett munkájukra. A Szumiszvaldi állomást elhagyva, a vonat szinte azonnal belép egy 210 méter hosszú alagútba, amely az egyetlen a VHB vonalain.
A völgy oldalán lassan felkapaszkodó simpár legnagyobb emelkedése 25%-os. Ez a VHB hálózat két legmeredekebb szakaszának egyike. A másik a Langenthali vonal Menznau és Wolhusen közötti szakasza. Közvetlenül az Affoltern-Weyer állomás előtt a tengerszint felett 741 méterrel érjük el a vonal és a VHB hálózat legmagasabb pontját. Affoltern falu az állomás melletti földeken túl terül el. Az Emme völgyben a mezőgazdasági termelés az egyik fő gazdasági tevékenység. Minden farmon van tehéncsorda. A tejet a reggeli és esti fejés után azonnal a helyi sajtüzembe viszik, ahol világhírű, ízletes ementáli sajtot készítenek belőle. A teljes kannákat gyakran hagyományos lóvontatású kocsival hozzák, bár modernebb szállító eszközöket is használnak. Sok emmevölgyi faluhoz hasonlóan Affolternnek is van saját sajtüzeme, ám ez valamivel nagyobb a szokásosnál. Az emmevölgyi látvány sajtüzemben a hagyományos és a modern sajtgyártási módszereket látványos komplexumban alkalmazzák, amelyet úgy terveztek, hogy kellemes, tanulságos élményt nyújtson. Az 1741-ben épült régi csordásházat az 1980-as években helyreállították, és új, fazsindejes tetővel fették be. Belsejében hagyományos módon fával melegített, nagy rézüstben készül a sajt. A turisták egy tapasztalt sajtmester felügyelete mellett maguk is készíthetnek sajtot, amely az övék lesz, miután megérett. A főépületben lévő modern üzemben azonban a legkorszerűbb technikával készül a sajt. A sterilitás érdekében látogatógalériát építettek, a sajtgyártás folyamatát pedig négy nyelvű audiovizuális rendszer ismerteti. A folyamat végig nagymértékben gépesített. A nagyobbik tartály kapacitása 5600 liter. Itt egyszerre négy sajt készül. A sajt szemcsék és a savó csöveken átjut a négy hengerbe, ahol a sajtot összepréselik és megfordítják, hogy a felesleges savó lefolyjon róla. Amint egy 100 kg súlyú sajttömböket sós vízbe merítik, majd a pincében 6-12 hónapig érlelik. A folyamat végterméke megvásárolható a helyi boltban, ahol csábító sajtválaszték várja a vevőket. A dió ízéről ismert ementáli sajt a környéken tett látogatás ízletes emléke. Affolternből utunk végcélja a VHB hálózat szívében fekvő Hutwil felé utazunk tovább. Thank you.
Visszaérkeztünk Hootville-be, a VHB hálózat központjába, ahol átszállhatunk a Langenthali vagy a Wolhuseni vonatokra. Akár a Berni kantonban maradunk, akár tovább utazunk keletre, Svájcibe felé, az Emme-völgyi vasutakon tett kiránduláson festői tájakat láthatunk. A magyar változat a Balogh Mint stúdióban készült.